Ez ma nem jött össze, viszonylag nagy különbségű vereséget szenvedett a Honvéd a KSI-től. A KSI viszonylag magabiztosan vezeti a bajnokságot. A Honvéd az ötödik helyen áll, és nyerő pozícióban sem tudott volna előbbre lépni. Mi volt a különbség valódi oka? Hát azt hiszem, hogy fejben sokkal jobban ott volt a KSI, mint mi. Talán jobban is akarták a győzelmet. Megmondom össze, nagyon nehéz a ifi játékosokat, akik már tudják, hogy nem lesznek OB1-es játékosok, nap mint nap lecsalogatni az uszodába. A Honvéd egyébként milyen helyzetben van? Állandóan azt halljuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a klubok. Ugyanakkor a vízilabda benn van abban az öt látványsportágban, ami a TAO-ból támogatásra kerülhet. Milyen helyzetetek van anyagilag? Én úgy tudom, hogy az utánpótlás az rendben van. A bajnokság végére hova tervezitek magatokat? Hát én szeretnék, ha maradna az ötödik hely.